A Veszprém elleni elődöntő hosszabbításban elveszített második meccse óta a bronzpárharca készület a Nyíregyháza Blue Sharks. Igaz, az optimálistól meglehetősen messze van az elmúlt napok edzés látogatottsága, ugyanis különböző okok miatt csak erősen foghíjas keretnek tudott foglalkozásokat tartani Siska János vezetőedző. A Veszprém mérkőzés után három fiatal játékosunk érettségizett, úgyhogy a múlt héten ők nem tudtak edzeni, de hát normális csapatedzést nem tudtunk csinálni. Aztán ezen a héten, hétfő-kedden egyetemi bajnoki volt, ott 5 vagy 6 játékosunk játszott, és sajnos Busiván megsérült, és egyre kevesebben vagyunk. De hát azt tudom mondani, hogy a Cinkel Zoli nincs, a Busiván nincs, illetve a Mike nincs, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz majd a mérkőzésen pénteken. Mindenképpen motiváltak leszünk még így is, de hát azért nem feltett kézzel fogunk oda menni a mérkőzésre. Nyilvánvaló, hogy a MASZ-nál azért jobb eredményt váltak ennél, kevésbé lesztek motiváltak, ezt megpróbáljuk majd kihasználni. A hiányzók miatt a korábbinál nagyobb szerep hárulhat majd Bazsó Brunóra. Különösen nem készülök rá, ugyanúgy készülök, mint minden meccs előtt igazából. Megpróbáljuk oda tenni magunkat, ahogy mondtam, és arra kell figyelnünk, hogy kikapcsoljuk az ellenfél legjobb játékosát, az amerikai légióst. A pénteki mérkőzés követően a második meccset vasárnap 19 óráig kezdettel játsszák a Continental Arénában. A harmadik találkozót, amennyiben szükség lesz rá, szerdán rendezik Budapesten.